Na, szép jó estét mindenkinek. És már csattintjuk is az Ellen Wake végigjátszást. Hú, de rég volt. Igazából azt sem tudom, hogy... Azt tudom, hogy megváltozott a háttér, meg valami gátszerűséghez érkeztünk helikopterrel, amikor az város teljesen megbolondult. De... Hát... Lehet, hogy ma befejezzük? Én nem tudom. You can boost your flashlight. Ez mondjuk egy jó tanács. Ajaj. Jönnek a madarak. Is. Takarodjatok. Kicseréljük. Azért nem gondoltam volna, hogy ilyen akciódús izébe kerülünk. Jöjjetek innen! Jó. Áú. Jó, egynek annyi. Már nem emlékszem. Ja, a négyzet. Ott mennyi minden van? Atya ég. Hát ennyi revolver amúgy nincs is. Meg revolver se. Meg batteries. Van kávé. Minden is van. Most ti hogy vagytok? Ja igen, üdvözletem a VOD nézőknek is. Ez most csukódott. Ja, értem. Nem bír kinyílni. Szia Lord Novák, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Még ezt nem döntöttem el, én nagyon nagy hype-ba voltam, mondottam, na, akkor vigyük végig az LMV-ket, úgyse játszottam vele. De... Én még nem vagyok benne biztos, hogy nekem ez annyira tetszett, hogy játszak a másodikkal. De meglátjuk, majd a végén levonom a mérleget. Amúgy üdvözletem, szép estét. Ehhez kéne valami, nem? Mert amúgy tetszik, csak olyan irányításra épül, meg olyan harcra, ami nekem nem annyira jön be, vagy hát nem esik a kezemre, fogalmazzunk így. Nem, na. Csak el tudom lőni. Ne. Ajaj. Nem jó. Például, hogy nem tud átugrani egy ilyet. Szia, Dávid! Szervusz, Bobby! Vacsi utáni döglésben épp, mikor a Remedy kiadta ezt a játékot először, csalódott voltam, Max Payne pótlékot vártam, de később nagy kedvencem lett meg a Control is. Kár, hogy ilyen ritkán adnak ki ilyen gémet. Az ellenvonaton nincsen vég. Ellenvégbord. Szép estét, sima bőrű. Na, találós kérdés. Vettetek-e észre valami változást? De amúgy, Dávid, kicsit egyetértek, nekem nem voltak elvárásaim, de mondom, a végén majd meglátom, és még egy kontrollal is szeretnék játszani. Szia, Golden Samurai! Csoda, szép estét! Igen, kisebb, eddig jó. Visszaraktam közepesre, mert ugye itt mindenfele van az enemy, és nem akartam, hogy kitakarjon a nagy részt. Még valami? Mi a fene? Ja, hogy ez a sprint lenne. Na, akkor mielőtt még megvárom ezeket a jó madarakat. Azt nem tudom.
hogy összesen hányan vannak. De biztos, hogy nem jó fele mentem, amikor bevonultam egy sarokba. Ó, van tej a kávéhoz. Igen, pontosan. De... Na, Nari eltalálta. Pontosítva nem... Oda nézzetek, Ellen Wakeboard. Figyeljetek? Hopp. Francba. Ne. De rúg bele. Francba. Oly. Hanem én ültem közelebb. Kevesebb látszik a testjemből. Nagyobb lett a fejem, mi? Na. Van palack. És van szöveg. The darkness controls the taken. Aha. Ez jó. És közben kinézem, hát ha vannak valami menekülési útvonalak, de valójában gondolom, ha majd kinyílik a hörmangarás kapu, akkor majd én be tudok menni. Bocs, ez reklám volt. A tástjém. Közelebb van a fejem. Kevesebb a testjem. Darkness? Mi? Her face. Kinek az arcát? Ott is van egy palack. Ott is van egy palack. Na jó. Próbáljuk meg... Az anyádat! Hát hogy? Hogy? Nem? De nem! Hát a második dodge-al mi van? A második dodge... Az meg is eltalál, értitek? Meghaigált! És megint föl kell vennem majd a izét. Én ez... Na, tehát hogy... Például emiatt... nem... Ez a játék... Nekem folyamatosan billegteti a mérleg nyelvét a jó élmény és a rossz élmény között, és az ilyen játékok utólag nekem nem szépülnek meg. Köszönöm szépen Konaja a csircukrot. 20-as nokkos a pucim? Hát az biztos, olyat kaptam. Na! Na-na! De ezt nem értem! Hoppá! Bassza meg! De miért vágsz kettőket? Miért? Fussál már te paraszt! Hát nyomom a kurva négyzet! Nem tud futni. Amúgy igen, és még tartozom a Pi végig izével, a demóval is. Na például ez, hogy a játékban fontos a futás. Uh-huh. De nem tudsz staminát fejleszteni, mert ennek a köcsögírónak nincs staminája. A játékban fontos a dodge. Nagyon jó, csak valahogy mindig akkor dodge-ol, amikor nem kéne, amikor meg kéne, akkor pont abba hagyja. Szerintem apróságok zavarnak. Hogy jönnek, megnyomom a dodge-ot, egyszer tökéletes, egyszer nem. Nem tudom, mi múlik. És a messziről lövöm ki. Ha messziről lövöm, akkor nem törik szét. A végtelen revolver ammó. De bazd meg! Hát... Na végre.
Repkednek a kések. Áú! Menj már anyádba, bazd meg! Nincs flerem? Az nem, nem tudom mi történt. Nem. Be akartam jutni a fényre. A narratíra... Mi? Pösszöm. Ezt most még egyszer. A narratíva, az atmoszféra jobb, mint a kombat. Én ezt a kombit jobban szeretem, mint a... Flood gameplayt és a Gear Story-t. Például Remnant. Hát... De most akkor felteszem a kérdést, választani kell? Miért kell választanom? Miért kell vagy-vagy? Szia, kreatív form. Szóval... Miért kell választani az atmoszféra, a látvány és a sztori irányítás, hogy ez miért kötelező kombó? Tudom, mert nincs pénz mindenre. De... Szia, F-16! Szevasz! Vagy akkor... Nem tudom, szóval mindegy, fura egy picit. Az anyádat. Nem. Dodge-olok. Inkább így ilyet csinál, ez a dodge. Mert ugye a négyzettel, tehát itt a négyzet. Plusz az a sprint. Most nem akarok lefárasztani, de akkor is... Nézzétek, már most meghalt. Amúgy szerintem Ellen Wake, ő már halott, csak még nem tudja. De ő nem alszik, én szerintem ő meghalt. Ez. Rohadjál meg. Teszek bazd meg egy nagy kört. Ne, mi? Fussál már, bazd meg! Nem? Menjél már a fényre, te paraszt! Ja, értem. Az nem baj. Több élményed van. És ha innen kijövök, akkor baj van? Nem? Litium aksik. Ezek a raklapok engem nagyon gyanúsak. Flare, minél több flare. Az mi? Az semmi. Ó, oh, te gyönyörű! Oda nézzetek, milyen gyönyörű shotgun volt! És ott van! Ott! Ott voltak még. Láttátok? Ja, ugye? Ez csak ilyen átmeneti. És az ott mi? Ne! Hát Na! Mindent értek. De... A kurva anyád. Mi a szar ez? Áú! Nem? Azt akartam hozzátenni, hogy... amúgy ilyen irányításban elég béna vagyok. Szóval... ott van egy...
Ha lenne egy másik. Szóval egyáltalán nem biztos, hogy a játék hibája. Egyszerűen... Bazd meg, azt rám borítja a poltot. Fasz csinálsz, bazd meg. Hoppá! Ó, hogy rohadjál meg! Menj! De nem, nem, mert már nem tud futni. Nem tud futni. Á, na, itt a bibi. Nekem az egér billentyűzet, az már, én ezt már elhagytam. Mert billentyűzeten túl sok gomb van. Aki érti, érti. De amúgy minek van egy shotgunom, minek van egy elemlámpám, hogyha ők... Na hát ez kurva jó tényleg. A fasz kerestek itt? Ne! Ott a fény! Ja, olyan, mint, meg mint a izé, a Kalisztó protokoll. Ott voltak, tényleg, Nari, hát ott voltak a ráklapok. Hey, Mr. Laca, üdvözletem! Köszöntelek az egybe gyűltek között. Na! Akkor reloadolunk. Mire nem jó a bizsergefa? Oké. Azt... Azt merre? A power plant glowed in the night. It was close. Oda kell átmenni. Szia, Nono! Köszöntök mindenkit, hogy vagytok, meséljetek. Aha. Most én nem látok jól, vagy ez itt víz alatta? Ja nem, beton. Tuti mindjárt megtámadnak. Mik ezek a foltok? Itt a folt, az valami ládát szokott jelezni, aha. Ellen kinyitotta magát a saját ládájával. Hát beszarás. A flare gun, az kurva jó. Na jó, nem, először sima pisztoly, az tele van. És van flashbangünk. Flashbang, flashbang. Ez a kemény kalapok helye. Kemény kalap és krumplior vár minket. Ebben a száma, hogy bezárt. Hát jó, hogy ott van az íromány, de nem tud... Tud guggolni? Tud guggolni a vizé? Ellen. Nem tud lopakodni, mi?
Arra nem tanították meg. Én körülnézek. És hogy tudnám én azt ott fölvenni? Hát ez itt veri áram. Itt vannak a ráklapok. Nem? Hé! Hey! Csobog a víz, hallottam. Ott jön a moly ember. Ennyi állat, bevilágítalak. Milyen közel kell hozzád mennem, hogy kinyisd azt a szart? Wow. Hello. Ó, hogy ez ilyen? Na várjál, Dávid, mire értetted, hogy nem? Mondtam valamit? Kérdeztem valamit? Vagy nem, most lemaradtam. Az anyaadat. Na neztek. Au. Nem. Na mi van? Visszajöttök? Ilyenkor visszajönnek? Ja. Visszajönnek, bazd meg. Mondjad! Valamit akartál mondani? Látom. Nem, most nem dodzsolni kell. Arra vagyok kérdés, hogy amúgy merre? Oda kéne átmenni. Átmegyünk a dróton? Nem. Mász? Nem mászik. Ő nem olyan. Jaj, guggolás nincs. Aha. Köszi. Az a baj, hogy oké, okay, hogy ez az ötödik stream belőle, de annyi idő telt el a részek között, hogy meg hát tudjátok, milyen a memóriám. Nem tudnék átúszni valami egyszerű raklappal? Ez miért van itt? Van egy olyan érzésem, hogy nem ugrok be, mert ott nincs létra. Kapcsoló sincs. Nem. Valami más lesz. Alice trapped in the dark. Alice. Bár azt írta a felirat, hogy a sötétség az ő. Hogy her face, tehát az a csaj arcát veszi föl. Csak nem úgy lesz a boss fight, hogy a feleségem lesz a... Na jó. Gondolkodok. Menj innen. Akkor fölmászok rád. Nem mész arrébb. Hoppá! Na? Engem nem győz le egy ilyen cérna, akármi. Lőjem ki? Hát de mög, basz. Valami, itt még susognak. De kik susognak? Ha ezt a vonalat lekapcsolom... Baszd meg. Keci, a szív baj jött rám. Nem tud úgy átugrani, hogy ne érje hozzá. Jó. Aha. Semmi.
Amúgy most úgy rám jött a fráz, de úgy rendesen. Én nem a szellemektől ijedek meg ebbe a játékba, saját magamtól. És én ezt most bekapcsolom. Az meg kintről jön valami. Aha. Meg amúgy tök jó a zene. Te Ellen nem tudsz úszni? Nem tud úszni. Visszajönnek? Nem. Hát... Aki tudja, még ne segítsen, mert még... Még itt pörögni akarok ezen a dolgon, hogy akkor most hogyan tovább. Tényleg is egy kérdés, hogy így jobb a facecam, hogy én közelebb ültem, vagy az volt a jobb, ahogy eddig volt? A madár facecam. De ha oda beugrok, annak semmi értelme. Különben se nagyon akarja a játék, hogy én oda beugorjak. Bazzeg, úszni se tud. Hogy tudok én itt átmenni? Oda tolom? Menj oda. Nem mászik. Miért nem mászik föl? Valahol fölmászik, valahol nem. Hoppá! Hello! Fuck yeah! És most fel tudom venni a izét. Egy párat kihagytam. Away to the water pipe alone. Cynthia was angry at the writer. Foolish young man, taking unnecessary risks. And the way he broke the rules. Didn't he understand what was at stake? Since the terrible days in the 70s, she wavered once, as hard as it had been. Nem volt olyan jó ötlet közelülni. And now only wanted to rest. Nono, tartozom neked egy Bobby Tutival. Jelesz, ha hallasz. Ruth Wilson. Hogy ilyen közel vagyunk. Az baj. Hát, jó, sotizzunk. Checkpoint reached. Akkor mindjárt megtámadnak. Ez is ilyen. Nem? Nem, ez nem ilyen. Be lehet menni? Nem, és nem is működik. Nem. Az tegnap előtti streamen még tartott a stream, te kiváltottad, de én nem láttam.
Úgyhogy... Úgyhogy figyelj! Az a lényeg, hogy... Nem szabad kocsival elütni a kerekesszékest, de inkább azon gondolkozz, hogy hogyan hajtottál be a kórházba. Erre figyelj! Szia, Sam! És ha én ide jövök, az nekem mit, miért jó? Az meg ott van velem szembe is egy... Nem! Bazd meg azt... De most komoly? Nanyi? Nem elég ennyi shotgun ezekbe a szarokba? Na jó, ez mondjuk ez két nagy, úgyhogy ezeket izéval fogom kinyírni. Hol a flare? Ott van. Ú, de az nem jó, a flare az a bosszok ellen kell. Hát mondjuk lehet, hogy ezek is bosszok. A jó pár szó megbossznak. De hogy a izéval nem lehet őket rendesen hátra vinni. Őt... Ezt a hátsót, ezt meg kéne kerülni, őt meg vissza kéne csalni. Úgy. Na ugye. Tü-tü-tü-tü-tü. Hoppá, megvan a kávé. Pontosan ez olyan volt sima bőrű. Hát... Ó, nem ez tetszik. Nyomi-nyom is. Bárki engem meg akar támadni, megszívja, mert... Elemlámpa van nálam. Ott az olvasó fotelem. Hél. Hát aki itt ült, az tudott élni. Hamarabb kellett volna megtalálnom. Szép. Az az Ellen lámpa. Ellen szél. Jó, tudom, ez borzasztó volt. Most a nézők fele lelépett. Basz meg, ez is ilyen szóvicces, a faszom, ki van már mindenki ilyen a Twitch-en. Aha. Cross, jó, de amúgy... Amúgy ezt így adnám. Még egy fotel, meg még két ilyen... hatos pak sör. Ez hadd szóljon. Wow. Láthatok már ilyet? Konténer beszopkodta a ráklapot. Vagy ő vagyis a préselt falapot. Az... Na jó, én megyek innen. Én ezt így nem... Nem ez volt megbeszélve, engem nem ezért fizetnek. Aha. Ez nem gurul? Miért arra kell menni? Miért arra kell menni? Nekem itt nagyon jó, itt.
francba. Na gyerünk. Újjaj, pixelmadarak. Most mindjárt jönnek a megzabolázott autók. Vagy a zabolázatlan autók. Na, mielőtt még oda bemegyek, azért körülnézek. Ez nemrég ment neki. Nekem erről az iskolabuszról izé jut eszembe a... Mi volt az? House of Ashes? I couldn't get across until I found a way to turn the bridge. Oh! Kurva élet! Bazd meg! Ú, ez ilyen flash! Bazd meg, a faszok! Összeszartam magam! Ú, na az is szép volt! Fú, bazd meg, na ez kemény volt. Persze, hogy nincs felkapcsolva lámpa. Miért lenne? Az igen, az flare gun, meg revolver ammo. Ha-ha! Erre nem számítottatok, mi? Ti kis pajácák, ti kis fajankók. Hát én vagyok Dongátó, a körzet buzogánya. Döngető Dongátó. Az nem, nem? Akkor use. Fordítsuk el a hidat. Meg tudjuk csinálni. Neked is szép estét, Sen. Macska úr? Azaz. Na. Én közben forgatom? Vagy mi a fasz csinálok? Mármint, én csak megnyomtam egy gombot. Ne, ne menj tovább! Hát bazd meg! Ne! Én visszamegyek a házba. Mert ott biztonságos. Az megjön vissza. Jó. Fenn vagyok. Bazd meg. Szoptátok. Gyertek ide, bazd meg. Jaj, de nem ezt a fegyvert kellett volna. Ne, elhasználtam két flare-t, bazd meg. Segítség. Na de jó, jöhetek vissza. Én azt hittem revolvert használom. És már most? Megint lemaradtam róla, bazd meg. Szét sprickodlak! Azért ezt a hidat nem... egy kicsit be kéne olajozni. Ha! Fény! Átjutottam egy forgóhidon. Ott van, abban a pillanatban shotgun. Hát akkor ezt nem használjuk. Gondolom nem használjuk. Ezt nem. Ó, X-akták, azt szeretem. Pick up flare.
Ó, hát ez egy régi kínai filozófia. Hogy vajon mi álmodjuk a pillangót, vagy a pillangó álmod minket. Az író halála. Amikor nincs kreativitás. Hát, vajon Márta mit akart mutatni? A kávés kanalát. Mi lesz a pincébe? Wow. Mi ez a műsor? Na jó, én ezt nem. Engedjük el. Ah, hello. Nem tudok vezetni. Kösz. Hogy fölöttem lesz. Jó, van már, hát ennyire gyorsan nem tudok menni. Ne! Lemaradtam. De bazzák, ha bejönnek a fénybe. De bejönnek a fénybe. Hát nem úgy van, hogy oda nem tudnak jönni. Hol vagy? Ma... Ne! Azt mondja, trying to get support. És most ilyenkor hol van? Mi történik? Nem, mondja bazd meg, hogy megy, vagy jön, vagy marad, vagy áll, vagy most mi van, mert futok utána, mint a hülye, és csak így... akkor most itt megállok, jó? Hogy? Hogy tud megállni? Vagy ez csak annyi, hogy HP-t ad? Anyád. De a fénybe vagyok, hát nőjön már az a HP. Mi volt ez? Na. Jössz? Na. Ó, bazd meg, nem áll. Áú. Nem! Nem! Nem tudok innen, bazzag, nem tudok. De azt mondta checkpoint reach, de nem onnan fog folytatni, mert legelejéről. Nem, jó, oké. Dobálósokat. Nem!
Hát kurva! Nem tudom, mi a faszom történik. Író... Ja, íróblokja van, aha. Azért csak megdobál? Ha tudtam, bazd meg. Nem? Csak a dodge. Menjél már, bazd meg, hát nem tudsz futni! Nem tud futni. Szeretem ezt a játékot. Ó, nem érdekeltek, bazd meg. Faszomat fogom pazarolni rátok a izét. De nem, dodzsolok. Dodzsolok! Hát hagyjál már. Nem. De gyertek már ide, bazd meg, lőjétek már őket, vagy valami. Nem. Nem tudok oda menni. Mi a fasznak már itt az a helikopter? Anyádat lökjed, tudod? Igen, ez a bajom. Nem? Ott van! Ott van! Ne! És jöttek! Kurva hollók. Na jó, akkor nem helikopter irányába megyek, hanem megyek oda izéhoz. Ott van már, látom már, figyelj! Nesztek, bazd meg, akkor most... Te is ilyen vagy. Kurva anyját. Nem? Na most. Nem, nem tudok kimenni, geci. Az anyádért nem tudsz dodzsolni, bazd meg. Ezt csinálja. Így. Vagy fuss, vagy dodzsolj, de bazd meg. Ennek semmi értelme nincs. Töltsd már be, hát bazd meg, azt hittem be vagy töltve. Eltalál, geci. Tökölj meg! Eltalált, geci, pedig megnyomtam a dodge-ot. Hajj már meg! A sárga fasz! Na. Fussunk. Amúgy is balra mutat az a szar. Nem! De nem! Nem tud, bazd meg, mert már csak sétál. Na végre. Ó, geci, hát ilyen nincs, komolyan. Meghaltok. De én nem értem, ne, ilyenkor mind eltűnnek, amikor izébe vagyok. Fénybe. Akkor most mit csináltak ezek a madarak? Na mindegy. Arra kell mennem. Miért erre kell jönnöm?
Segítség! Új, jön az 1v1 blaha. Azt a kurvát, ezek késelők. Nem! Egyszerűen hogy? Keresztül hasítom őket. Oké, revolver ammo. Soti elfogyott, ebből egy van. Hát marad a pisztoly, de... Na. Hol a határ? Honnan kezdenek el jönni? Már látszódnia kéne. Most elkezdek visszafele szaladni. De ennyien nem lehettek, bazd meg! Oh, az lesz. Előveszem a rakétapisztolyt. És jönnek a... köcsök hollók. Meghaltak? Az lesz a tactics. Egy. Egyetlen egy lövés, amikor izébe vannak. Liba sorba. És most nem futunk, csak így kocogunk. Oké, most jön. Ezt kidodzsoltuk. Egy maradt. Siker. De nincs flare-em. Amit amúgy szeretek. Hiányzik. Benn viszont kurva sok fény van. I recognize the logo on the power plant sign. I'd seen a version of it painted all over the area, signifying hidden caches of supplies. Mi? Azt hittem, hogy az áramról rájött arra, hogy safe haven. Az áramról rájött, hogy ez egy áramfejlesztő hely. Igen? Ja, a lihegéseknél vannak ezek a... Nekem ez nagyon gyanús. Florencia. ez fájt. Semmi, hogy sehol nincs. Ott a kávé. Mert amúgy tényleg, tehát a hangulat, az atmoszféra, meg ahogy kinéz, az valami zseniális. Persze, ugye ez a remaster, tehát arra akartak rámenni, hogy szép legyen. És be tudok menni? Szóval... Miss Weaver, Cynthia, I'm a friend. Prove it. You knew Zane, Thomas Zane. You're the lady of the light in the song. You can help me. About time. Young man, I've been waiting a very long time for you. Ő a Lady of... It's in the well-lit room. Lady of the light. What you need to drive the darkness back. Room is at the dam. I built the room to keep it safe. Loot. Will it help me find Alice? Will it get me back to the cabin? Fine, let's go. I can get my friends to come back with the helicopter. Oh, we won't go outside. Never at night. That's rule number one. Este nem megyünk ki. Breaking the rules, young man, and where has that gotten us? Hmm? No, I have a secret route, a lit route, an old water pipe.
Something was damaged at the transformer yard. It's draining all the reserve power. Without it, the pipe will go dark. The power to the yard must be cut. Let me guess. You want me to do it? Young man, you're the one who likes to break the rules. Aha. Uh-huh. Be outside in the dark. The kill switch is outside. I have been preparing for these times. The jó, jó. Biztos a kedvéért mindent elviszek, jó? Néni. Ugye nem baj? Aha. Igen. Ácsi. Ezek a festékfoltok, amik az egész pályán vannak. Azt ki legyetek már fényesebbek. Így. Szóval ami az egész pályán, azok nem innen jönnek? Hát ott vannak a festék nyomok. Jó van, nyugodjál már meg. Azt mondja pick up batteries, és egy... Néni, nem hagy békém. Mit tetszik olvasni? Hoppá. Nem, tele vagyok battery-vel. Na jó. Cut the power to the transform yard. Oké. Jó. És most becsukja. Értem. Azért mondom. De nem láttam a Twin Peaks-et. Nem az van, hogy nekem... értem. Tehát, hogyha a Transformer Yardról elhozzuk az áramot, akkor ide fog csoportosulni. Az anyádat? Ott maradt az árnyéka. De kemény. Na-na. Weaver had sent me to cut the power to the transformer yard. I was willing to do grunt work for her to get her to help me. I hoped Weaver was dependable. I'd stumbled into this crazy world a little over a week ago. She had been living this insanity for decades. Darkness waits in my dreams. Olé! Ja, shooting nem volt. Hát jó. Never go out at night. Mi az a nyíl? Be kéne oda menni. Na, nem tudunk bemenni, el van torlaszolva. HP? Bár arra most... oda kell eljutni. Értem. Ugye általában ugye LMV-ket péntekenként szoktam játszani, de most... Floodgate controls to be operated authorized person. Aha. Hát, nem tudom, nyomjuk meg. Aha. Most, na várjunk csak. Azt akarja a játék. De oda megyek arra a túloldalra. Aha. De nem, az jobb volt.
Meg ez. Így. És én most itt átgyanázok. Most pénteken ugye nem streamelek, ezért... ezért most ma van a hollol. Most nem tudom, mit agyaltam ennyin, hát... Ha mind a három zárva van, akkor ki tudok jönni. Fragile. Nem. Nem nyílik, na mindegy. Na miért ajánlotta a csaj? Én valahogy átjöttem. Oké. Okay. Na, csukodj be! Én visszatérek, csak ne legyen baj. Mondom, ne legyen baj! Picsába. Nem, nem arra. Mi volt ez? Ne! Ne! Ne, 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 ne. Picsába, nem tudok elszaladni. Urva anyátokat, akkor flare gun-t kaptok, bazd meg. A flashbang az itt jó volt, mert az ajtót legalább ki. Az anyádat már. Jó. Há, engedj be! Engedj be! Engedj be! Szia, Print Jeans! Basz meg! Szóval a Fallow River. Mizu? Az voltam UPS-es. Dehogy veszem vissza azt a zseblámpát. Na, ne bazd rám, az ajtót létszi köz. Change the bulbs. Ő is elkezdett írni, és jött a sötétség. I'm starting to realize that. In that case, young man, perhaps you're a smarter man than Tom was. Which looked like her, but it wasn't. Barbara was sweet. He didn't understand until it was too late. He tried to undo it, wrote himself, her, everything he'd ever written out of the world. He was so famous. And afterward, no one knew. Nem értem. He left only one thing behind in my game, in case it happened again. Én ezt a streamet arra szállom, rájöjjek, hogy a faszom történik itt. I curse you, Thomas Zane. A Sotit lecseréljük, ma Sotiban nincs lőszer. Spring Jeans, hát hova sietsz?
Egyedül te írtál egy témát. És még a napja sincs meg, hogy mikor lesz. Nem kell türelmetlenkedni. Meg lesz az. Csak hát nézd vissza a Discordot. Meg a YouTube-ot láthatod. We gotta go see if they're okay. They're probably dead. You must reach the well-lit room. This is no time to be a selfish idiot. That's my best friend. Well, be a fool. I'll use the pipe. I'll meet you at the dam if you make it. Ha ezt Ficus Cookies meghallja, ez szép volt elem. Most akkor... Hell Lit Room. Most akkor ezek itt izé, lezuhantak. Hát de nem á. Tökéletes úton haladunk, hogy... hogy is mondja, mit csinálják a reputációjukkal? Tönkre tegyük? Attól tartok. Sarah was almost starting to relax. Maybe they could turn this into a win yet. Suddenly, there was a piercing sound, like a table saw gone wild. Tönkre tegyük, jaj, de. 100 birds made out of shadow swarmed into the rotor. The chopper bucked wildly and the board lit up. Telling her what she already knew. They were going down. Ugye a rotorok? A rotorok. Na mi ez? A rotornak repültek a madarak. Jó, megmondtam. Na. Hát, de nem ezzel kéne menni. Ez jó. Amúgy is a gát van a háttérben, szóval... Ó, ott vannak. Azért még hullanak. Kinyírlak. Miért nézett hátra? Utállak, utállak benneteket, az összeset. Au. Nem jó. Visszajönnek? Ott van loot. És erre mi van? Az egy shortcut. De ott van loot. Micsoda dilemma? Shortcut vagy loot? Shortcut vagy loot? Ja, hogyha megtépázottunk volna. Megint jönnek. Nem hiszem el. Az majd a menekülésnél jó fog jönni. Aha. Menj, 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 le fogsz esni, te hülye. A hold annyira erős, bazzeg, mint egy izé. Mint a nap lenne. Mint egy nap. Hö. Au. Az meg is tényleg lezuhantak. Sheriff Baker! Sarah! The crash site looked bad, but as far as I could tell, the wreck was empty. Nincs benne holttest. Hát, nincs. De miért történik mindig autóbaleset, meg lezuhanó helikopter?
Flare. Hogy csak ide. Nem hagytatok még el valamit? The well-lit room. De akkor jó fele megyünk. De a nő... nem ide vezetett minket? Ott vannak? Az, bazd meg! Az anyádér nem... Bazd meg! Hú! Rajta vannak az égők! De jó, hogy látlak benneteket! Ne menjetek el! Hát, ha van itt valami! The Flaming Eye of Mordor. Na, menj előre, nálad végtelen shotgun lőszer van. Amúgy adhatná. Na, itt mi van? Hát... nem sok ez a 14... Aha, látom. De már megint jönnek. Hát ezt nem hiszem el, bazd meg. Ne! Ez támadni akar? Az biztos. Miért kell újra lootolni? Hogy van most 24-em? Na jó, lehet, hogy a izéval kéne. Nagyobb puskával. Jönnek az árnyékharcosok. Egy megvan. Hol van? Ott van. Megvan. Hú. Szóval. Nekem szükségem volt a mai nap után egy ilyenre, mert... hú... ma nagyon pörgős, és... ja, viszonylag hosszú napom volt. Megint. Pedig nagyon odafigyeltem, hogy ugye pontosan kezdjünk, úgyhogy most azt hiszem egy percet csúsztunk. De legalább edzettem egy jót. Ez tényleg király volt. Ez az. Flair. És ennek ilyen rejtett lootok? Nincs. Na jó. Ó, és a lifttel együtt jön a fény. Ó, hogy... na jó. De a három.
De három. Hát azt csináljuk, nem? Ott van, ott van. Áú! Menj már a picsába! Mikor... Én is azt mondom! Just hold on, azt mondja! Gyönyörű! A csaj kapta el végül. Ez király volt. Oh, lift! Gyertek már! Gyere már! Na végre! Ti már nem tudjátok megnyomni? Inkább emlékeztet. Inkább emlékeztet. Ez, nyomd már meg a gombot. Én nem nyúlok hozzá. Thomas Zane? Seriously? Might as well be Paul Bunyan or Bigfoot. Yeah, well, he was real. A nagy láb is mindjárt itt lesz köztünk. Jó, csak nekem lőszer kéne. Gyere! Ne rinyálj! Okay, Wake. There's a button over there that opens the door. Már nyomom is. I think something's broken. Hold the button down so we can get in. Mi? Tartani kell? Hát de jó, de addig megjönnek, nem? Támasszátok ki, ne tűnjetek el nekem! Kösz! De bazd meg! De nekem zéro izén van. Ne! De várj csak, az nem halt meg. Ja, de most szabad az út. Aha! Húá! Öt! Öt darab lőszerem van. De ez mekkora... És még én tartottam nekik az ajtót, bázd meg. Szemetek. Ja? Igen, meg akartam nézni. Mindjárt megvan az összes manuskript ezen a szinten. That was the only way to banish the dark presence he had unleashed and now looked at him through the eyes of his dead love. But he also knew that despite his best efforts, it might someday return. So even as he wrote himself and his work out of existence, he added a loophole as insurance, an exception to the rule. Anything of his stored in a shoebox would remain. Mm-hmm. Ja igen, és a nap beszólása az a kolléganőm által született. Én ennyit írtam neki team chaten, hogy hiba van a rendszerben. Ő meg ezt megfordította, és azt mondta, hogy rendszer van a hibában, és így megálltam. Wow! Mint egy, mint tényleg egy ilyen mindblow, hogy tényleg mi van, ha egy hibában van rendszer? Én teljesen
Tudom, ez nagyon elborult, meg nagyon-nagyon agyzsibbasztó, de nekem annyira tetszett, hogy hihetetlen. Miközben felém jön a gát. Ne, nem tudok ennyi fele dodzsolni. Én úgy éreztem, hogy a kolléganőm teljesen átlátja a Matrixot. Én bejövök ide a izék mögé. Hordók mögött úgyse tudtok bántani, ti kis anyaszomorítók. Kapjátok az arcba a fényt, a zseblámpámat. Arcotokra fröcskölöm a zseblámpám fényét. Tetszik a zene. Maszat. Az ott nem jó, oda be lehet esni. És ugyanoda fogunk kiukadni? Ezt nem hiszem el. 5 lőszerem van. Hello, Chili Official. Na. Au. De nem jó! Bassza meg! Nem jó! Hát ő... Ez így nem jó, hogy ő jobbról is jönnek. És nincs semmilyen flare-em, mi? Aha, kicsit elengedjük. Engedd el! Nem! Elbasztam. Nem, a dupla dodge már nem megy neki. Hogy terelgessük? Ott egy flare. Ne! De ba... Vedd föl a flare-t! Fasza. Jó, azok már meg voltak fertőzve izével. Nem jó? Oké, pirosról menj el, most jó. Ne! Ne! Mi volt ez? Nem tudom, mi történik, de nagyon nem tetszik.
Nem, bazd. De beakadt. Beakadt a lába. Gucsira! A másik irányban nem tudok elindulni. Ellen! Fuss! Nem tud futni, elfáradt már most, bazd meg! Hát de komolyan, hát úgy! Felém repkednek a műanyag szarok. Hopp, egy kávé. Ugye kávér megállok, de közben meg izé van. De már hanyadszor jövök itt föl? Bazd meg! Megint nekem kell nyomni a gombot? Barryvel mi történt? Mi történt Barryvel? Végre elfáradt. Ez jó volt, ez tetszett ez a rész. Mi a helyzet, Chili? Hogy vagy? Babusgatja a petróleum lámpát? A rendőrcsaj a legnormálisabb az összes közül. Csak az a fura, hogy hasonlít a feleségemre. Én milyen faszom ez az épület, mert hogy nem úgy néz ki. Emergency procedure. Nem úgy néz ki, mintha izé lenne. Egy normális gát. Aha, pont őre hasonlít. Fogjunk egy írógép lesz itt. Nem. Egy manuscript. The page was autobiographical, a memory from my childhood. But I didn't write this. It was a page written by Thomas Zane. None of them were supposed to exist anymore. Alan, 7 years old, would fight sleep to the bitter end. When he did sleep, he soon woke up, screaming, the nightmares fresh in his mind. One evening, his mother, sitting by his bed, offered him an old light switch. She called it the clicker. And flicking the switch would turn on a magical light that would drive the beast away. To imbue the talisman with all possible power, she added that it had been... Ugye az volt a tippem, hogy végig Ellen Wake fejében vagyunk. És ez most nagyon úgy tűnik. With the clicker firmly in his hand, Alan finally slept like a baby. Now, almost 30 years later, Alan thought of this. As he stood on the rim of Cauldron Lake, the clicker in his hand. He took a deep breath. And jumped. My mind swirled. I'd given the clicker to Alice, yet it was here. Zane had written it into existence in a story I had written. Hey. I can get to her now. I can finish this. Én még mindig nem értem. De a biztos a kedvére amúgy hoztam egy zseblámpát. Mit írtok? Hát, ha megvilágosodok. Jó ez a zene. De sajnos... Eddig minden izért copyrightot kaptam.
you will go no further. If I continue like the Dark Presence wants me to, the story I'm writing won't save Alice. It's a horror story. No one will survive. Yunu Zane! Thomas Zane! You're the Lady of the Light in the song! He left something behind to help me. The Clicker. Alan thought of this as he stood on the rim of Cauldron Lake. The Clicker in his hand. Thomas Zane mindent tud rólunk. And jumped. Ki a nő? I can finish this. Episode 6. Departure. 2 éve New Yorkban. Annyira menő ez a lakás. I had a hangover. My head was about to explode and the light hurt my eyes. I needed my sunglasses and painkillers to dull the pain. In one of my finer moments of self-deception, the Max Payne kell a painkiller. Igen, megesküszöm, soha többé nem iszom. Ujjaj. Get sunglasses and painkillers, de hát amúgy én azokat itt tartanám. Ezekért hova kell menni? Ó, megvan a sunglass. Vedd föl. The sunglasses made the world look bearable. Wow. Now I could keep my eyes open without feeling like a vampire in the sun. Mennyire keményen néz ki. És a painkiller az ott van, jó van. Rohadt jó ez a kecó. Nem tudom forgatni a kamerát. The pills worked fast. The prospect of being awake. De miért is San Gigi? Tehát még van egy még ez az epizód még van. De rohadt jól néz ki. Ezt úgy ahogy van. Ezt ugye elfogadnám. There was a message waiting for me on the machine. On the machine. You have one new message. Ow! Are you still asleep? Wakey, wakey! You should have your show on your TiVo. If Alice wasn't too mad to record it, as she called me earlier and really chewed me out. Yeah, yeah, we went a little overboard last night. But yeah, köszönöm. Are a part of this business. Ow, look, I'm saying this as your friend. Úgy olvastam, hogy AI. Festmények, meg a képek is olyanok, mint az emlékek. Ez se a valóság. I'd been a guest on the talk show the previous night, talking about my latest book. Most egy kis lakberendezés, hát mennyire király már ez. Mondjuk kicsit az ebédlőasztal, de az anyám mekkora tévé. Annyira király, hogy ezek igazi élő színészek. Ott az új vaják. Mert ez egybe úgy néz ki. Wow, thanks. Based on the sales figures, the two people out there who haven't read the book yet. But this last book is all about the death of the main character, the hard-boiled New York detective, Alex Casey. Now, there's been a lot of outrage about this. Alex Casey. Kill Casey. What the hell were you thinking, man? Good riddance. No, seriously, though. 7 years and 6 books is a long time. He was a gloomy guy to spend all your working hours with, and it was a good run. Mm-hmm. But it's time to explore new things. My next book will be a departure from the old for me. You selfish bastard, always thinking of yourself. Fú, de annyira cringe. Given us a lot of entertainment over the year. And now that you mention it, Casey was a gloomy guy. Never had much luck with his love. Várjon csak, én ezt fölírtam magamnak, mert ez a mondat, ez... valami zseniális volt. Valahogy a cringe-el kapcsolatos. So,
How's the publicity tour been treating you? Good? Ooh. But I gotta say, I'm glad to be back home in New York. Boy, you've certainly been on the news a lot lately. Lots of parties and, you got into a fight with some paparazzi. Oh, man. Well, that guy was really in my face. I lost Nem találom. I know that wasn't cool. You are famous for that temper. Well, I did also write several books. Csak azt találtam meg, hogy nem vagyok dögött, csak kicsi a székem. And it's in bookstores now. Go get it. That means the two of you out there who haven't bought it yet. Az volt a könyv, Civa Jelen Wake. That's all we have for you tonight. I want to thank all our guests for the evening. Alan Wake, Sam Lake. Once more, do the face for a Sam. And our musical guests, Poets of the Fall. Max Payne személyesen. At least I've been funny. I told myself I could live with that. I didn't say anything stupid, if that's what you want to know. Okay, Grumpy. You want an aspirin or something? Are you going to start with me about drinking now? You know what? Go back to sleep, Alan. Not me. What? Now you can't even talk to me? Well, this morning I was angry because you said you'd be home at midnight and you showed up at 7 a.m. and passed out in mid-sentence. Now I'm over it. Are you angry? This goddamn tour. Ez kemény buli volt, hogy hétre ért haza. Oh, honey. It's almost over, right? We can get back to normal. Then you can start writing again. I'm sorry, honey. Alan, you're not thinking straight. Just take a shower and go back to bed, huh? Yeah, you're right, honey. I'm sorry. Once this is over, let's go away together. A vacation. Just you and me. Some peace and quiet. És ez volt a Vacation, az egész játék? Vagy az egész játék az ő... Somehow, részek delíriumja. I had to return to Cauldron Lake to save Alice. A clicker. Történik valami? Going back to the lake to finish this. I'm going to write an ending to the story in the manuscript on my own terms. To make it all right. Why can't you just write it here? The last page is still in the typewriter. I need to read it first. Everything needs to be just right. Zane tried to cut some corners, and it didn't end well. Okay, ready when you are. I'm sorry, Sarah, but I need to do this alone. Barry, take her gun. Miss Weaver. Pedig jó lett volna. Egy gyors kérdés, aki játszott a játék, mennyi van még belőle? Ma, így ebben a streamben így, nem akarom sietetni, csak azon gondolkozom, hogy most menjek-e tovább, vagy nem. Mert minden epizódna rohadt hosszú. Ami jó, a tartalom, csak streambeosztásba kérdezem. Úgy satszra. Ja, hogy ilyen gyorsan visszaérünk a tóhoz? Azt hittem végig kell küzdenünk az egész pályát megint. Öt lőszerre. Alone, in daylight, surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape. It was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream. A delusion. I had enough imagination to make something like this. Having been in the cabin all this Woody. Time, trapped in a story inside my head, Tempo. Going mad from grief over Alice's death, and it claimed there would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Buckle up. A buckle up az ezt jelenti. Én mindig azt hittem, hogy csak így fel a fejjel. Vagy hogy vigyázz, figyelj oda. Visit the Haunted Witch Slayer. Látjátok a plakátot? Jaj, boszorkány. Na, kis Ghost Recon skillek, oda nézzetek. Jó, akkor ezek szerint még rengeteg van, mert nem akartok írni semmit.
Jó fele megyek végül is. 97,6. Nem lehet rádiót hallgatni közben? Hát én tudom, hogy ez az utolsó epizód, csak... Csak ugye kíváncsi vagyok, hogy... Hú, ez nagyon dézganos. Hát akkor... Was a link between us, always would be. I could feel its presence again. Nincsen semmim. Ezt tudom elvezetni. Mi történt? Hajjaj. Igen, mert nekem ugye az a sejtésem, hogy ugye az ő fejében, ez volt végig a sejtésem, hogy benne vagyunk. Na bazd meg, ezért jöttem én ide. Yeah! Auto! Mi az az aksi jel? Elektromos? Ma jól néz ki. De mi van a... Jó, hogy minden azért van. Jó. Minden azért van, hogy tudjak vezetni. Van benne fegyver? Köcsögök! Szellemeket el kell ütni a gecibe. Ott van, gyere, gyere, gyere! Utálom! Várj, nem tudok én mellette elmenni. Szállj csak vissza. Na, azért. Lehet, hogy az előzőben is el tudtam volna férni. Ez egy elektromos autó, ez mindent kibír. Ne. Ne! Na jó. Akkor kap be. De van még egy, nem? Hát akkor... A kis heal... Ott vannak. Flare. Igen. Nincs semmi.
De miért tényleg minden úgy néz ki, mint a Days Gone-ból jött volna? Am meg mi? A nyomomban vannak a hordók. Áú. Fedezékben vagyok. Áú. Hát ő, az a, nem, arról nem volt szó, hogy minden irányból jönnek ezek a szarok. Na. Pra. Lehet, hogy el kéne használnom egy flashbanget. Az a baj, hogy... Ja, hogy jöjjök ez a... Ne! Bazd meg! Miért használtál el? Miért? Miért vagy ilyen gyökér? Mi az a szarvas bogárod? Gyertek, bazd meg! Áú! Na jó. Segítség! Ne! Basz, ne! Te leesek, Geci! Nekem ilyen Gyűrűk Ura parodia érzésem van, amikor Gandalf azt mondja, hogy be van gombázva, és akkor közelebb jönnek a falak. Ez egy az egy olyan érzésem van. Aha. Csak pisztolyom van, jó. De ki az a szarvas bogárat? Áú. Nem tudom, hogyan közelítsem meg az objektumot. Valahogy ki kéne menni. De nem tudok kimenni. Áú. Nem jó helyen vagyok. Áú. Oké, megvan a gumi. Bazzek, az nem is ördög, hanem az egy ilyen izé. Ne!
Fuck yeah! Auto! Auto! Lici, 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 lici! Baszki! Mit? Mit? Velem már nem basztok ki, bazd meg! Ne kérdezzétek, mit csinálok, nem tudom. Ja, oda akar, arra akarok menni, igen. Na hát ez jobban megy terepen. Mi az a... Mi az a fény? Majdnem belezhajtottam a szakadékba. Ez egy vises ördög volt, igen. Jézusom! Azt a rohadt, ott a fény! Inkább neki mentünk ennek a szarnak. Nem! Na? Én nem hiszem, hogy nem férünk át, bazd meg. Na, akkor kiszállok, bazd meg, és autót kell váltanom? Nem? Én nem tudom vezetni. Te! Te szmötyök szar, hát hagyjál már! Flair! Ez tényleg, az egy vises izé volt. Vises ördög, de amúgy szerintem szándékosan volt úgy megcsinálva, hogy rohadt jó. Nagy ötlet. Sikítsatok! Sikítsd a tajszámom, te fekete szmötyi! Mi? Oh! Hogy te itt vagy? Pick up! Hopp! Istenem, hagyjál már! De nem, de miért? De miért? Nyolcszor megnyomtam a flashbanget, azt az egyet, ami még maradt. Erre bazd meg! Képes a játék semmit nem csinálni. Biztos azért, mert én mondtam. Igen. Most akkor ez úgy lesz. Most nyom már meg. Ne! De shotgun ammo. Miért nem haltak meg? Flashbanget dobtam rájuk és nem haltak meg. Pedig a flashbangtől meghalnak.
Pockány. Ennyi? Nincs több. Oké. Okay. Tök jó, hogy van shotgun ammo, de nekem shotgun kéne. Kapta. Hey! Add meg, hogy ez... Kurva... Nem! Ne! De hogy megyek itt át? Én mindjárt feladom ezt a játékot, de tényleg. Itt hagyom a faszba. És azt mondom, hogy végigvittem. Ezt fogom hazudni az óvodásoknak. A 12 éves YouTube kommentelőknek. Én végigvittem az LMV-ket, csak technikai okok miatt nem tudtam föltölteni a streamet. Megmondom, hogy persze, hogy végigvittem, mert elméletileg 7-8 óra alatt végig lehet vinni. Köcsög. Jönnek még? Bazdeg, és ott jönnek még. Milyen dolog ez? Hé! Hey, belelőttem abba a szarba! Ne, és mögöttem is vannak! Nem jó, az meg... Jaj. Halljuk ám. Mit hallasz? Nem hallasz te semmit. Nem mondtam semmi rosszat, csak... Csak az zavar, hogy ebben a játékban a kontrollernek a bal oldalát is kell használni. És ráadásul nem mellékes dolgokért, hanem fontos dolgokért. Rendben, Sensia, köszi szépen, hogy itt voltál. Legjobbakat neked is. Föl lehetett menni? Ó, rally! De ez vezet föl a tóhoz. Nincs itt semmi. Aha.
van a lihegés. De nem már bazd meg! Kurva anyád! A francba már, hogy mennyien vannak. Éj, Ancsi, szia! Micsoda csodás új neved van. Láttam Discordon, nem tudtam, hogy Twitchen is megváltoztattad. Mi a helyzet? Hogy vagy? Na, menjünk az új autóval. Én azt hittem, hogy simán meg tudom csinálni, úgyhogy... Kitörjük a faszba. Nincs lőszerem. Reed. All visitors must see the yard manager. Must sign... Nem akarok én a menedzserre találkozni. Hát mert Ancsi mindig cheater, ezt tudjuk. Ha valakit vánsatol, á, cheater, biztos. Ó, hogy... Ne! Flare gunom van, nem akartam flare gunt? Meghalt mind? Mondjuk úgy jó, hogy meghalt mind. Pick up hunting rifle. Hunting rifle ammo, ezt föl is töltjük. Ó, de hát még... Még nyár van, még legálisan lehetsz munkanélküli. Valamit... Persze, hogy a kapcsolóban az meg a legtetején van, értitek? Na, azért mielőtt bekapcsoljuk. Körbenézünk. Bazdmeg, egy szelet loot nincs. Na azért, ott. Ú, igen. Ó, igen. Na. Hát, hogyha nem okoz gondot. Megnyomom a gombot. Még valaki? Na végre. Én teljesen jól vagyok. Minden oké. Dolgozok, mint az állat. Na jó, annyira nem, mint az állat, de azért dolgozok. De abba is elfáradok, szóval tök mindegy. Epic! Mi történik ott? Miért jöttem erre? És merre kell menni? A 90-es években mindenki lángolt. Hogy kerültem én ide, hogyha nem tudok visszafele menni? Bezárult? Bezárultak mögöttem a dolgok? Dinamit.
Okay. Checkpoint reached. Na hát, én ezt nem értem. Ő megjött a ninja. Ninjina. Szia, Timcs. Én nem tudom, mögöttem bezáródtak a dolgok. És nekem nagyon gyanús, hogy ezzel a toronnyal kell majd verekednem. Bepörgetjük. Beindult. Aha. Hogy mondod? Melyik löködi? Ez egy kanna kávé? Gyere ide elő! Hogy tudtam így leszedálni egy kör alatt a kocsit? Na, közelebb jönnek a felhők. Mondom. Aj, de tudtam, bazd meg. Kaptad mi? Nem tudod? A flashbanget nem tudod kivédeni, bazd meg. Mikor váltottam át Flergandra? Most már ki tudok menni, vagy még mindig nem? Mindegy, bárki jön, elütöm a faszba. Például téged. Uh-oh. Jaj, tudom, megint ez úgy lesz, mint a szecskavágó. Úgy. Kapja? Nem! Ó, igen, három flashbanget nem bír ki, bazd meg. Jó, hát meghalt a traktor, viszont az én autóm is. Ez nem úgy néz ki, mint ami menne. Na, srácok. A kurva. Szopor, mi? Te kis sikító. Tiszta a levegő? Ja, hogy azt meg kéne nyomnom. Én már teljes paranoiában vagyok. Ki van mögöttem? Menj, átférsz alatta. Mondom, átférsz alatta. Oh. Miért jöttem én ide be? Pista bácsi a Verdákból az. Egyen meg a szíveteket. Timcs, te is megerőszakolod a kis emótát? Nem baj, de amúgy rohadt jól áll neki. És most azért jöttem ide be, hogy itt kimenjek. Hát ez kurva jó. De ott megint szar a híd. Na. Ellen. Valamit csináljál. Eszméletlen íveket használok. Szóval amúgy minden oké. Okay. A munka nyáron folyamatosan a helyettesítésről szól. De...
De amúgy a... Minden királyság. Éj, korát frik! Hát szevasz! Bocsánat, ha korábban jöttél és nem vettelek észre. Épp egy... Mivel küzdöttem? Mi volt ez? Shifting logic of the dream. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Mhm. Gondolom szépen berongyoltam volna ezen a kapun. Ez ugyanaz a... Ugye nem jön vissza a kombájn? Ugye nem? Follow. Follow. Oh. Na itt tuti jön valaki. Tökig vagyok revolver ammóval? Az szép. Gyerünk Ellen. Kurva erős gyerek vagy. Nyomjad! Ez az! Meddig kell nyomni? Hát engem már rég ki tudok menni. Na. Hé. Hey. Valami ficereg. Valami mindjárt feltámad. Loot! Na náhogy. Ó, igen. Ó, igen. Hát inkább shotgun. Van két ilyen... ilyenünk. Tuti mindjárt jönni fognak. Na? I will never give her to you. Francba. Push. Kapcsold be. Oké. Igen. Ott egy láncfűrészes. Na jó. Kell még. Ez igazi ember, nem? Na végre! Shotgun! Én nem tudom mi van még, de itt innen most már aztán menjetek már a faszba. Kivéve ha van nálatok loot. Van. Vissza pisztolyra, mert az... Micsoda Epic Western falu. Na, nézzünk szembe a végzetünkkel. Á, akkor most érkeztél, akkor időben néztem oda a chatre. Fucking reflektor. Ó, bazd meg, közelebb jön a torony. Fuss, te szerencsétlen. Ne!
Au. De ezt az oldalsot nem... Na azért. Ajaj. Ajaj. De bazd meg! Jaj, tényleg a flare gun. Ne basztál már, hogy túlélted a flare gun-t. Oké? Kurva! Na! Hát ha onnan jöttetek, biztos, hogy sok minden van ott. Aha. Rengeteg minden. Feltöltöm a készleteket. Hát ez így van, ha már loot legyen kövér. Ó. Ezek itt, ezek... Mikor voltak itt? Hogy kerültek ide? Ó, egy jó kis horror kút. Na jó. Fú, Ellen. Hogy vagytok, Mizus? Gyerünk, Ellen, ha már futni nem bírsz, legalább nyomd. Ja, ennyi volt. Ez melyik? Dark Place. The dark place I found myself in was unlike anything I could ever have imagined. It wasn't solid. It flowed. It was conceptual and subjective. For someone else, an artist in another field. Mi? Lemaradtam. Ja, hogy úgy. Ninjina, az jó, az tetszik. Aha. De most nem értem, tehát a csávó az LMV-kről ír egy könyvet, ahol az LMV-k ír egy könyvet. Tehát mi most annak a csávónak, a könyvének az egyik főszereplője vagyunk. Legalábbis... Mit csinálok én itt? Ez egy bookception. Ellen nagyon megtátosodtál itt az utóbbi pár epizódban. Azt a kurva. Nem, nem. Nem vagytok itt. Na. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was. Basszám, oda kell menni? Te egy csávó vagy, aki egy másik csávót játszik. Pontosan. Hát, ha tudtam volna... Ugorjál már föl te. Tudtam volna, nem biztos, hogy tovább haladok. Igen? Földön volt a lítium aksi. Mi? Release the brake. Hullámvasút. Ajaj. Hát azt nem mondanám, hogy száguldunk, de... Haladunk. Most jönnek a varjak. Az anyátokat.
De ezt amúgy tele van. Megjöttünk? Húha. Visszamászunk oda, ahonnan lejöttünk az elején, ugye? Kidurrantatok, mi kis köcsögök? Jaj, nem a flare gun, hülye vagy, nem a flare gun, na. Ah. Hú, ezek lemerültek, ezek a varjak. Tudom, a négy Ceruzalemből már csak kettő megy, hát hallottatok milyen hangjuk volt? Ilyen hangjuk volt. Hát, én láttam már karón varjút, de deszkák között átrepülni még nem. Így nem. Egyszer volt karón varjú. Ez az új közmozdás. Ez olyan, mint a... kölcsönkenyér megszárad. Uff. Köszönöm, már belétek, bazdmeg. Na? De amúgy az ég meg tele van velük, nehogy már. Ezt bírom, hogy úgy töltődik az aksia, hogy használjuk. Arra kell mennem? Hát mondjuk erre nem nagyon tudok jönni. Kávé. Te vagy csávó. Ő férfi. A kurva. Tudod a kurva. Úgy is vannak ilyen izék. Kerozin foltok. Ez a nyátokat már. Kapjátok be komolyan. A lesből támadó rohadt tojásotokat, bazd meg. Oké. Na? Hol vagy? A végtelen dodge-ok. De hogy pont most kell reloadolni. Ez nagy darab. Au! Áú, ez fájt. Jó. Van még egy, nem? Oké. Megint a lemerült varjak, bazd meg. Rothadj el. Bazdek, ezek ilyen izék. Goa varjuk. Jó, 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 ilyen hangjuk volt. Itt valaki rég takarított. Viszont van sör. Vagy... Ó! Oh. Konaja. Konaja volt az első. Jó. It's steam time. Fú, lesz elég? Nem. Na, megint ampulla csere. A streamer élőadásban cserélte ki heroin ampulláját. A Twitch már intézkedett.
Ja, hogy úgy, nem csinálta még. Jó, most azon gondolkodtam, hogy nem csinálta meg. Na, egy másodperces jövök. Na, DIY, Steam összeszerelés. Eltávolítjuk a tűről ezt a tetejét, ami olyan, mint a tipli. És a műanyaggal együtt a tű nélküli ampullára rácsavarjuk. Megvan. Leszedjük a műanyag fedőt. És a tűn még van egy műanyag kis kupak. Általában számba szoktam venni, mert nincs kedvem elhagyni. Ugye én fosok a tűktől, és megnyugtat, hogyha van rajta egy ilyen műanyag izé. Mert, hát hiszitek vagy nem, nekem még mindig tűfóbiám van. Csak, hát ilyen kompromisszumokat kell kötni az élettel. Azt mondják, hogy már pedig mostantól napi 4-szer szúrod magad, akkor azt mondtam, hogy hát jó. De attól még félek tőle, szóval ez egy kis kompromisszumom a világgal, hogy az egyik fóbiámat naponta 4-szer öntözöm, locsolom, hogy életben maradjon. Ez olyan, mint aki allergiás a méhekre, meg a darazsakra, és elmegy méhésznek. Ez valahogy olyan, mert hogy senki más nem vállalta. Itt cefre készül, vagy? Látlak ám téged? Ezeknek kék a tolluk. Ugyanazon a pályán végigmegyek. Ja, van ilyen méhész ismerősöd? Akkor jó, akkor ő is hasonszőrű, szintén zenész. Az meg, de hogy... Azt a kurva. Utáltam ezt a részt, mert innen bárhonnan jöhetnek. Nem, ide shotgun kell. Hol vagy? Elpazaroltam 3 lőszert, marad a pisztoly. Nem tudom lelassítani izéval. Flare-rel vagy ilyesmi. Itt. Ott van. Nem mész sehova. Itt halsz meg. Pukkanj le a kocsiról. De hogy a félelem hozza ezeket a sötét anyagokat? Na-na. De bazd meg! Wow. Hát amíg üldöztek volna, ezt nem tudtam volna beindítani, csak mondom.
Harryn csípték majdnem kómába, és hogy röhög, basszak? Jó, mondjuk. Szerencsétlen, basszak. Nekem a legrosszabb erre a fóbiára, amikor meggyőztek, hogy adjak vért, mert az milyen jó, egyetemen lehetett adni. Oda mentem, és volt egy nő, amelyik azt mondta, hogy hát egyrészt alig találja a vénámat, kettő, neki nem olyan jó a dereka, hogy tartsa azt a tűt, mert az a lényeg, hogy folyton kimozdult. Én meg így állok, elengedi, mert hogy neki fáj a dereka, és egyszer csak éreztem, hogy a tű az így elkezd süllyedni, és elkezdte belül a vénámat így megérinteni, meg így, késcsokom, az nem lesz olyan jó. Jaj, hát mennyi baj van magával. Na, ez az utolsó esemény, amikor vért adtam. Ez egy olyan élmény volt, mondtam, én nem. Hát mekkora, mindig van egy esély, hogy valami kókány kezűt kifogsz. Aki azt mondja, hogy ő már 40 éve van a szakmában. Na, ha ide jön elém, bassza meg! Jó. Megvan a nagy darab. Ne! Rohangálj már annyit. Hopp! Ott elkaptam. Mert ugye... Ne! Oké, hogy kigyulladt a fa, de... Nekem... Amúgy lőszerre van szükségem, csak mondom. Kivéve a nagy enemi jön, mert akkor azt leflerezem a faszba. Aha. Hát nem jön nagy enemi, de... De most ez van. Szegény ember vízzel főz, elemvék meg... flerrel. Nem látok semmit. Ez nem lesz jó. Oké. Na. Na, nincs semmi más, csak flashbang meg izé. Én előbb használnám el a flashbanget. Nem látok szart sem, bazd meg. Milyen erdő ez? Tele van fákkal. LMV kis disznót vág. Az anyád az. A flashbang. Mi volt ez a jelenet, te? Nekem a daru segített? Nem X-el indítjuk. X-el pörgetjük. Francba. Nem? Erről van szó. Oké. Hú, ez kemény volt. Ez... kanna. Szeretem a kannákat. Na. Van 12 lőszerem. Ez amúgy nagyon menő volt ez a rész. Ez kurva tetszett. Haj, de már miért kell menni, és miért ilyen hosszú ez a rész? Na! Én a szikla mögé bebújok. Engem nem találsz el.
Haló? Mozogni tetszik? Kedves vagon úr. Ez a boszorkány. Most már értem, miért vannak itt sziklák. Ott a világító torony. Fuss! Jó van, ne sikítsál már. Ugye valami lejön innen. Oké, max HP. Nincs itt semmi? Elfogadtam volna a lootot. Tűz! Jó, ez nem világító torony, ez egy rakásszar. Ha? Jó, igen, tetszik a környék. Hey, itt láda szokott lenni. Ah! Legyen tele mindennel. Flare, plá, 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 minden volt. Reload. Jó. Pisztolyjal megyünk. Az a tuti, az keveset fogyaszt. Ó, igen. Ne. Ne esd le. Darkness controls the take. Ja, igen, ez már volt. Aha. Hogy jutok ki? Mi? Ja, hogy az ő arcát, de... Szerintem... Ez a boszorkányt ezt elvitte izé. A mumus. Vagy mi. Nem vagyok itt jó helyem. Ott a lépcső, ahol följöttem. Ó. Ja, hogy úgy. Aha. Folyton a zenében van egy hang, ami egy az egyben olyan, mint amikor tárcsázol a telefonba. Az ott mi? Tik 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 tik. Olé. Nem tudom mi ez, de beindítjuk. Biztos, ami biztos. Oké, flergánozzunk. Engem már nem érdekel. Hol vagy? Várjunk csak, és az áramhoz csalom. Hol van? Büdös paraszt, megérdemelted. Hú, az de jól esett a lelkemnek.
Ja, igen. Ha, vagy egy írógép hangja. Rendben, F-16, jó éjszakát. Ó, oh, bocsánat, F-16, csak mögöttem jönnek. Gyere. Ezt még egyszer akarom. Nem, ez túl ügyes. Ez nagyon gyors. Úgy őszintén nekem már... Kurvára elegem van ezekből. Ez valami. Nem tudom mi ez, de megnyomom. Valami lift? Ami tökig van fénye. Azaz. Jó éjszakát, aludj jól. Pihenj egyet. És köszönöm, hogy itt voltál. Na megint melyik töri a dolgokat? Ott egy manuscript. Hopp. Na? Pick up. Most miről fog szólni? After Zane had gone, I stood alone in the shifting dream that was the dark place. I had to find a way to the cabin. I'd written myself a way through this place in the manuscript. I followed the idea of a path. I'd written myself across the ocean that blocked my way, and with that, there was a bridge to the island beyond. The idea of the cabin flickered in the underwater darkness. I willed the cabin to be real, and it was. Hmm. És akkor tényleg? Semmi? Jó, felemegyek. Turn back now. Na megint itt a néne. Mit hoztál? Szikla? Eztek. Áú. Kocsinak annyi. Az meg, hogy te is mögöttem vagy. Ne! Takarodj! Ilyenkor szoktak még mögöttem megjelenni. Ó, bazd meg, hát én rájuk dobok. Azaz. Szarozok én veletek, bazd meg. Azért a hajó bírja. Na az, a kurva anyád. Meghalt a csávó izével együtt. Checkpoint reached. Segítség. Elfáradtam. Haha! A fény mindent legyőz, te kurva! Ez az anyós! Azt mondta, hogy Eli soha nem szeretett téged. Tuti az anyós. Ott a bevásárlókocsi. Destroy the tornado. De mivel, bazd meg? Ja,
te, Ellen, Ellen! Léci! Au! Ne, ne! De bazd meg! Én ugrottam! Én ugrottam! Bassza meg! Nem tudom mi volt ez, de valami borzalom. Csak ez. Haló? Pick up flare gun. Azaz. Esze, bazd meg. És a kis pisztolyjal lövöm meg, akkor is a flergánt fogja eldobni. Meghalt a boszorkány. Na? Just another nightmare. No. Everything's fine. You're home. Vagy ez az álom. Everything's fine. Na bazd meg. Turn the lights on. Turn the lights on. Shh, baby. The power's out. There's no light. Come back to bed and I'll make you forget all about your fear. My fear? It's your fear. Why aren't you afraid? You're not Alice. Turn the lights on now. Where's the clicker? What did you do with it? Alan, honey, you're still one foot in a dream. You're not making any sense. You find the clicker. Alan, you're scaring me now. Come back to bed. Have you taken your pills? Do you want me to call Dr. Hartman? I read your manuscript. Akkor megkerüllek. Konyha felől be tudok jutni. Clicker. Au. Oh, ilyen hangot adott. Oh. Ez mi? Ezt már láttuk az elején, ezt a... Mi? It's filled with darkness, you must fill its heart with light. Mi ez a lény? Mr. Scratch. What? Ez csodapók volt, tényleg. Olyan volt a feje, mint a vízifognak a segge. Mi történik? Thermos. Bird nem kell. Barrel, shopping cart, crate.
Path Bird. Azt kell telefonpózna. Meg kell locsolni a telefonpóznát. Várjunk csak, ezeket írja. Ez az utolsó lap. Igen. Mert most pötyögi az írógéppel. Mögöttem van még valami, amit kihagytam? A Bird. Csörög. Oké. Még egy madár, remélem egyik se lesz. Ott a Path. Nyílj meg! Léci! Nyíljon meg az út! Wow! Alice! Mi? El fog hagyni? Nagy Muse. Barbara. Nem a izé lesz a Birdleg kabin? Mondta, hogy a... Vigyem el a kabint az útból. Thomas. Ott a ház. Azért egy telefonpóznát ide rakok. Biztonság kedvéért. Hát, ha telefonálni kell. Nekem ezek tetszenek, hogy... A telefon hátra csörögni fog. I will the cabin. És miért van ott a sötétség? Husband refused to do as he was told. All he had to do was write what I wanted him to write. Now it's... Ő a manager. Az öreg lány utasított minket. Now you will never get her back. Boss fight. I am much older than you. Azt látom. I will find a new face to wear. Someone else to dream me free. Ő az utolsó munkája, aki bosszút állt. És azt a munkát meg kell tölteni fénnyel? Élettel? Akkor a nő volt a könyv. Amit ezek szerint nem fejezett be. Vagy hát elhanyagolta. Ő volt a félelme. Azért mondta, hogy írd azt, amit én mondok neked, hogy a félelmei táplálják azt, amit írjon. Értem. Legalábbis remélem, hogy értem. Az éjjeli bagoly. Micsoda szimbólum.
faszom történt? Oh no! No, most ne nézz ide. Igen, így kezdődött. Csak szerintem ott a játék elején nem ugrik utána, nem? Félelmeit megtölti fénnyel, tehát bátorsággal. Vagy szeretettel, és ezért tudja legyőzni a félelmeit. Ezért tudta kihúzni a csajt, nem? Vagy az egész egy szimbólum? Mindig benne volt az, a kis ördög, hogy a csaj miatt nem fejezi be a könyvet? Mert már ezzel nincs gondolkodtam. Eléggé gepárd ez a csaj. Most meg az Ellen tűnt el. Hát ki érti ezt? Hát mert én nem, az biztos. Hol van Ellen? Na és tényleg így kezdődik a film. A film, amúgy. Ez majdnem egy film volt. Welcome to Bright Falls. Is this Bright Falls? Ott az átadó, vagy mi ez? Nem. A zenekar. Aha. Mondta, hogy mindig új arcot ölt. Aha. Köszönöm szépen a GG-ket, srácok. A vége már olyan volt, mint valami futóverseny. Hát... Én őszintén... Nem tudom. De örülök, ha mások igen. Én ezt már az elején full túl gondoltam. Hát
én frankon azt hittem, hogy az a valóság, ami volt azon a... abban a kis házikóba, ahol Ellent ilyen... meg mindenkit ilyen izével kezeltek, ilyen alkotói válsággal. És én full azt hittem, hogy... kitaláltak valami, ide jó az a zene, bazd meg. Most tényleg nem érdekel, hogy copyrightos. Ez rohadt jó. Amúgy én nagyon jól szórakoztam. Lehet, hogy nem kellett volna akkora... annyi, sokszor volt, hogy több mint egy 7-10 nap telt el két stream között, két LMV stream között, és bele kellett volna kerülni egy hangulatba, és abba végig tolni. Hihetetlen kreatív, és nagyon-nagyon örülök, hogy csináltak ilyen játékot. Igen, ez olyan, az Inception. Tenetet azért nem mondom, mert a Tenetet még nem láttam. Én szeretem az ilyen elborult dolgokat. Az ilyen aprósággal voltak gondjaim, hogy dodge, futás, ütős volt, mert az az érdekes, azt a teret, amit meg akart teremteni, azt éreztem. Tehát éreztem, hogy egy kurva nagy völgyben vagyok, éreztem, hogy egy hegy néz le rám, az erdő mennyire... ezt mind át tudta adni. Ez rohadt jó volt, nagyon tetszett, hogy így nagyon jó el volt helyezve.
igen, igen. Az mondjuk nagyon. De tök kreatív ez a zseblámpás, pisztolyos dolog. Csak... Csak ja, de amúgy hasonló volt a Dodge mechanika a Callisto protokollhoz, szóval ott már eleget szenvedtem ezzel. Itt nem volt új. Hát... Jó párszor rám hozták a frászt. De most annyira beleégett az agyamba végén ez az epic rész, ahol a Daru vagy a markoló ledobja a gázpalackokat, jönnek rám, én meg már a lassított felvételbe dobom el a flash-t. Az nagyon tetszett. Csak egy álom, nos nekem voltak álmaim, ami mást megörítettek volna, csak szólok. Megértem, persze, hát... Mindenkinek vannak, nekem is voltak, nem rendszeresen. De... Tudod, most igen, tehát mindenki hazabeszél. Én egy olyan ember vagyok, aki nagyon-nagyon régóta nem álmodott. Ha meg igen, akkor általában ilyen régi memóriák összeadása, vagy pedig azokat álmodom, amiket tudom, hogy ki fog törölni az agyam. Mert ugye alvás közben ugye töröl az agy, feldolgoz, meg elraktároz, ugye memóriát. És addig ezt a kép, ezt a filmet vetíti, amire emlékszel. Ugye a felesleges információkat, tehát mit tudom én, tehát ami átlagban felesleges, mert ugye amúgy mindent megjegyzel, és ezért van az, hogy lefárad az agyat, hogyha új helyre mész, mert akkor minden információt próbál megjegyezni az agyad. Az este az alvással az kitörlődik. Vannak bizonyos stresszek, traumák, ugye, amik éppen feldolgozandók, és ezért kell mondjuk többet aludni. És van az, amit ugye elraktároz, tehát hogy jobban megjegyzed, hogyha alszol rá egyet. Ez a vizsga előtt ez nekem mindig jól jött, hogy nem még egy 10 oldalt olvastam el este, hanem inkább aludtam, és reggel olvastam el, mert jobban megmaradt, amit addig tanultam. Tehát ugye minél nagyobb a trauma, annál tovább kell kvázi kialudni, és ezért vannak olyan gyerekkori élmények, ez most vagy pozitív, vagy negatív, ami ugye csak időskorban dolgozódnak föl, és tök érdekes, hogy ezért van az, hogy az idősek kristálytisztán emlékeznek, hogy mondjuk 3-4-5 éves korukban mi történt, hol voltak, milyen színű, mihol helyezkedett el, mert addigra, mert ugye gyerekkorban nagyon intenzívek a receptorok, és kvázi minden ilyen traumaként éri, egy sokként, amit lehet, hogy sokszor 50-60 év feldolgozni az agynak, de minden nap dolgozik ezzel. És mondom, én igazából én már csak ilyen, én ezekre szoktam emlékezni, hogyha álmodok, hogy így, mi az, amiket ki fog törölni. Mert azt észrevettem, hogy általában azt, ha álmodok, azt álmodom, ami aznap a legkevesebbet gondoltam. Tehát mondjuk egy pillanatra eszembe jut valami, bármi. Azt tudja, hogy este álmodni fogok róla. De amúgy nem szoktam. És hát, jó, nem emlékszek rá. Tehát elalszom, sötétség, aztán fölkelek a ébresztő hangjára nekem. Ez egy olyan jó 20-25 éve így van. Meg ugye igazából nem vettem őket komolyan. Tehát én nem szoktam az álomnak a nagy jelentőséget tulajdonítani. Mert hogy szimplán csak egy vetített filmi processz. Azt szoktam nézni, hogy vajon sikerült-e. Tehát ez a feldolgozásnak az eredménye, amit álmodtam, vagy még van vele feladat. Nagyjából ezt szoktam. The Sudden Stop Written by Alan Wake. Departure Written by Alan Wake. De kurva jó. Alan Wake's Journey Through the Night Will Continue. Tudjuk. Össze. Utolsó mondatból én mit bogozok, hogy it's not a lake, it's an ocean. Ezen egész végig gondolkodtam. Nekem max az, hogy mit szimbolizál. Mert hogy egy tó, az körül van határolva, tehát azt kvázi kontrollálni tudod.
De az óceán meg egy végtelen, hatalmas erő, egy jelenség, maga a tér. Tehát, hogy nem az mintha az álom, vagy hogy a tó az nem egy része annak a világnak, amit megélsz, hanem az jó óceán, tehát hogy az a minden. De valójában most rá kéne jönnöm, hogy amúgy a tó az mit szimbolizált a filmben. A tóhoz kellett visszajutni. Ott volt a béke szigete neki, de ott történt a tragédia is. Úgyhogy minél tovább gondolkodok, annál kevésbé tudom, hogy vajon mit jelentett ez a mondat. Nem tudom. Erre aludni kell egy párat. Szerintem. Megvan, meg még olyanokon szoktam álmodni, amikor nagyon agyalok valamint, van bármilyen ilyen komoly téma. Ezt a világító, bár mondjuk ez egy mély, nekem egy mélytengeri búvár jutott eszembe, tudjátok, az azért csak a mély világító feje. Mindegy, de szeretem, amikor összeáll a kép, és nekem most az a bajom, hogy itt nem nagyon. Elfogadás, bele nyugvás. Igen, olyan is. Hozzuk össze a kettőt, tehát belenyugszik abba, hogy nem tudja kontrollálni, elfogadja, hogy minden ilyen alkalommal cselekedni kell, amikor ilyen rémálmai vannak. Tehát kvázi ne meneküljön a rémálmaiban, hanem vegye kézbe, találja meg a fényt. Kicsit ez, nekem ez is. Meg az óceán az utazás is. Tehát az ő írói elméjének az óceán, tehát nem a tó az ugye áll, az síkvizű, ott nincs esemény, nincs cselekmény. A tónak a partjára leülsz, azt nézed, ő is így nézte, hogy hát igen, nekem vannak rémálmaim. De az óceán az meg olyan, amin utazni akarsz, az él, az a hullámok vannak, és most akkor kicsit olyan, hogy bazzeg, a rémálmaim, azok írói ihletű tápanyagok. Nekem azt sugallja, hogy Dark Place, Dark Presence hatalma nagyobb, mint Bright Falls. Azt mondod, hogy a víz maga, a sötétség, jó végig is a csaj ott merül bele, és onnan jött ki a mélység. Nekem most a végén, ahogy tudjátok, mi volt az a kulcs momentum, amikor nemet mondott a nőnek. Nem, ő visszamegy a barátaiért. És akkor mondja, milyen önző dolog. Szóval önző dolog a barátaim, ez mindegy, szóval ott. És háromszor is mondta ezt a shifted dream, hogy ő ott megváltoztatta, mert amúgy végig sodródik, ha megnézitek, az egész játék alatt. Adott egy környezet, adott egy ember, jó, kövessük, csak húzzák ki innen. Jó, követlek, csak legyen vége ennek. Jó, csináljuk, amit mondasz, csak legyen vége. Oké, keressük meg. És ott történik egy váltás, és ő meglovagolja a rémálmainak a hullámait, mint amit az óceánba szoktak a szörfösök. Mert azért mindig ott vagy, ezek amerikaiak, tehát amerikai szimbólumokat kell, bár mondjuk láttam, hogy nagyon nemzetközi volt a társaság. Mit jelent az óceán? Mert Amerikában például az óceán a biztonságot jelenti. Az amerikai történelem során ugye az egy ilyen, hogy ugye csak északon meg délen van szomszédja, Kanadától nem kell tartani, Mexikóval ugye azt már legyőzte, és akkor volt egy 1800-as évek végétől volt egy ilyen tudat, hogy az Egyesült Államokat ugye a két óceán az megvédi. Ugye ez az, ami megtörte a dolgokat, először Pearl Harborban, aztán meg 2000. szeptember 11-én, de gondolom az amerikai tudatban ez egy ilyen, jó, most kicsit mélyebbre repülök, de hogy az óceán szimbólum az,
az még akár a biztonságot is jelenti, de én ragaszkodom a... hogy Ellen lehetőséget látott, meg hogy mélyebb a nyúl ürege. Tehát van még kutatnivaló az álmaiban, meg magában, még sok mindenre rá kell jönni. Most, tehát ez ezért Ellen Wake, tehát valójában felébredt, mert ráébredt arra, hogy sokkal mélyebbre kell menni. Ugye valaminek az óceánja, az azt jelenti, hogy valaminek a mélységeiben elveszni, vagy hát elmerülni. Itt a méret is számít, hogy a tó az ekkora, úgymond lebecsült a saját belsőjének, a félelmeinek a fontosságát, és most jött rá, hogy nem, ez óceán. Szóval én szerintem, amit itt felsoroltam, meg felsoroltunk, az összes lehet. Mire gondolt a költő? Hát 8000-en írták ezt a játékot. A csapatot megkérdezném, aki írta. Nem hinném. Lehet érdekes a sztori, de hogy mondjam, jó volt, de ennyire nem merülnék el benne. Mert érzem, hogy szeretek agyalni meg minden, meg amúgy jó történet. Tehát ezt amúgy... ezt a játékot inkább néztem volna. És ez nagyon hülye hangzik, de ezt tényleg néztem volna inkább. Jó, voltak jó élmények, csak tudom, mert én mondtam a stream elején, hogy vannak ezek a rossz élmények a játékban, meg a jó élmények. És nekem úgy nagyjából kiegyenlítette egymást. Szia Gogol! Szép estét! Sajnálom, hogy így a végére értél ide, de üdvözöllek. Remélem jól vagy, és minden oké. Szóval... Nekem ilyen vegyes. Tök jó gondolkodni a sztorin, de mondom, mint játékélmény. Nem olyan volt. De a kontrollt az biztos, hogy nyomni fogom. Ezt meg nem tudom, hogy streamben vagy streamen kívül. De a kontrollra nagyon kíváncsi vagyok. Mondjuk, hát nem tudom, nem, úgy biztos utána fogok olvasni, vagy valamilyen izét fogok nézni, ami elmagyarázza, hogy mi történt ebben a játékban. De örülök, hogy végignyomtam, meg így együtt ezt most meg tudtuk beszélni, mert így legalább úgy tudom becsukni ezt a könyvet, hogy azért azt mondom, hogy azért több lettem tőle, mert azért azt aláírom, hogy olyan élmény tud nyújtani, amit más nem. Köszönöm szépen, Konaja, a GG-t és a 10-es csircukrot. Köszönöm szépen a támogatást. Remélem jól szórakoztatok, vagy valamennyire szórakoztató volt. Nekem nagyon érdekes élmény volt. Kicsit szétszedném a sztorit, meg a hangulatot, meg a gameplayt. És akkor azt mondom, hogy a sztori meg a hangulat az tetszett, mert végig fenntartotta az érdeklődésemet, hogy akkor most a kumi van. Én szeretem azt érezni, hogy én már előre átlátom a történetet, és tudom, hogy mi lesz. És ez az Ellen Wake, ez elérte, hogy az utolsó
utolsó percekig, az utolsó óráig ne tudjam, és így állok megsemmisülve, hogy pff, erősebb vagy, nem tudlak legyőzni. Nekem ez egy ilyen személyes játékom általában a sztorikkal, hogy apró jelekből próbálom már kitalálni, hogy mi lesz. És ez tök jó, hogy valami ennyire el tudja takarni magát. Az biztos. Az biztos, ebből jó. Jó sorozat lehetne. Én nem lepődnék meg, ha a Netflix gondolná egyet, és hopp, csinálunk el még sorozatot. Mi a helyzet, Google, hogy vagy? Hát, amúgy igen, de mondom, az volt a motivációm, hogy tudom, hogy híres játék, tudom, hogy sokan szerették, és úgy vagyok valahogy, ha tényleg ennyien sokan szerették, akkor tehát biztos, hogy jó. Ezt tudjátok, az amit a furcsa ételek, hogy tudom, bizonyos országokban imádja mindenki, akkor valami jó biztos, hogy van benne. Nocsak, nocsak. És mit garázdálkodtál? Há, úgyhogy... Úgyhogy örülök, hogy megcsináltuk, és mondom, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, végignéztétek, szurkoltatok, meg gratuláltatok, hogyha sikerült valami. Köszönöm a támogatásokat is. Hogy is volt? Igen, köszönöm a csíreket. Az a baj, hogy mának ír olyat, ami tegnap volt, de lehet, hogy azért, mert tegnap éjfél is elmúlt, amikor vége volt a streamnek. Úgyhogy nagyon, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt voltatok, és ilyen későig, a 12:30 van, úgy látszik ez... Ezen a nyáron ez most már divat lesz. De örülök, mert én azt terveztem, hogy ma már pedig befejezem. Úgyhogy ez sikerült. Én köszönöm, Dávid, Nari, Gogol, Koratfrik, Konaja, Tincs, mindenki, Lord Novák, Sivabőrű, F16, Print Jeans, húha, ne hagyjak ki senkit. Ancsi is benézett, Szentmester, Chili, Nono, Mr. Laca, nem megy följebb, remélem nem hagytam ki senkit, aki itt a cseten garázdálkodott. Mindenki Lord Novák? Igen, mindenki Lord Novák. Meg Nari szerint. Holnap nem lesz stream, holnap pihenek. Szombat reggel viszont Adventure Pals. Ott is szintén az a célom, hogy végigvigyem, de aztán meglátjuk, hogy mennyi van még belőle. Holnapi estére streamet viszont ajánlom Golden Samurai. Jó lesz. Nem mondom el, hogy mi lesz, de nagyon jó lesz. Mert előre mondom. Higgyétek el. Vicces lesz. Na, elköszönök mára. Mindenki vigyázzon magára, meg másra, meg Tamásra. Aludjatok jól. Álmodjatok szépeket. És holnapra mindenki ébredjen fel. Főleg Ellen. Na. Örültem nektek. Sziasztok, jó éjszakát! Source, trust me, bro. Sziasztok!